A kínai delegáció az 5 millió lakosú városból, Shaoxingből érkezett, amely az egyik legfejlettebb kínai régióhoz tartozik. A térség éves kivitele több mint 30 milliárd dollár. Ha megpróbáljuk tartani a lépést a világon történt eseményekkel, azt gondolom, hogy Szaladkának mindenképpen előnyére fog válni, hogyha egy olyan önkormányzattal is van konkrét kapcsolata, és egy partneri viszonya, amely egy olyan országhoz tartozik, amely a világ szinten a legnagyobb hatalmak közé, világhatalmak közé tartozik, úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez az együttműködés Szabadka részéről, vagy a régió részéről csak előnyire válhat úgy a városnak, mind a polgárainak. A polgármester és Shaoxing régió pártitkára aláírta az együttműködési megállapodást, mellyel bővítenék és konkretizálnák a lehetőségeket. A kínai beruházók érdekeltek abban, hogy itt is megjelenjenek, és Szabadka is azt szeretné, hogy az itteni gazdaság bejusson abba a régióba. Emelte ki a kínai delegáció vezetője, hiszen térségükből már meg is érkezett az első befektető Szabadkára, ő a Sever villanymotorgyár tulajdonosa.